Üdvözlöm Önöket! Földes László közismert nevén Hobó írásából és válogatásából készült előadás Hobó a Gulágon címmel, amit a Gulág emlékév keretében most adnak elő másodszor. Szabadkán itt az előadás előtt beszélgetünk. Hobó énekes, dalszerző, előadó művész, de saját bevallása szerint egyik sem igazán. Jó napot kívánok! Ez csokolom. Hát hogy van ez, Hobó, hogy egyik sem igazán? Hogyan határolná be? Ez igazság az, hogy tudja, hogy én balettáncos szerettem volna lenni, de már 6 éves koromban 80 kiló voltam, és ez nem sikerült. Úgyhogy én nem, amit feladtam az álmomat, hogy én gyönyörűen táncolok, ott spiccellek, aztán később lettem 100 kiló, meg 110, el tudja képzelni. Milyen komoly dolog, feladtam ezt az önmeghatározásos dolgot, és azt csinálom, ami eszembe jut, ami jön, vagy amit föntről sugalmaz az Úr. Nem nagyon határozom be magam, nem is fogadnak el, én nem, ma is az van Magyarország, hogy én nem tudok énekelni. Színészek azt mondják, hogy én nem vagyok színész, így is van. De, és az író társadalom se igazán fogad be, úgyhogy nem is törekszem rá. Én azt lehet mondani, hogy az irodalom, a színház és a blues zene Bermuda háromszögében tűnök el. Ez tulajdonképpen ez a sajátos stílus, amit képvisel most már nagyon sok éve, ez azt jelenti, hogy a csavargó, a fekete bárány, a rendszerellenség, amit így magára sütöttek az évek során, ez tudatosan építi ezt a képet magáról, vagy egyszerűen csak képviseli azt, amit, és aztán ez így kialakul magáról egyszer csak. Én úgy gondolom, hogy egy súlyos exhibicionista vagyok. Pába tollak a dugdosok, a fenekembe is mutogatom magam, de sose azzal törődtem, hogy én ki vagyok, hanem azzal, amit csinálok. Engem nem érdekel, hogy most akkor, mivel nem tartozom sehova, minden oldalról rugdalnak, és minden oldalról csábítanak, és hogy álljuk be közéjük. És hát ezzel a simulékony és alkalmazkodó természetemmel nem sikerült eddig. Úgyhogy egyedül vagyok, majd posztumusz elhangzik, hogy haj meg és nagy leszel, és akkor kiderül, hogy mindenki, aki eddig gyűlölt, vagy utált, vagy rugdosott, az a barátom volt. De ez a Cseh Tamással is így történt. A dolog igazából az, hogy mit sütnek az emberre, az nem tudja befolyásolni, illetve igen, ha beáll valahova. De én olyan mennyiségű és minőségű szeretetet kapok az emberektől, olyan minőségű szeretetet is, és olyan mennyiségűt is, ami teljesen szabaddá tesz, és erre nem kellett azzal foglalkoznom, hogy hova tartozom, hanem én az embereknek játszom, és ők valamiért. Leginkább egyszerű embereknek játszom, és ők valamiért ezt elfogadják. Az mit jelent, hogy egyszerű ember? Hát nem igazán értelmiségiek, különös tekintettel a budapesti értelmiségre. Még a vidéki értelmiségen jobban megvagyok, mint a budapesti értelmiséggel, akik hát azt mondják például a dalszövegeimre, hogy Hobókám, te nagyon jó dalszövegeket írsz, de nem elég irodalmiak. Én meg nem egészen értem, hogy egy blues szövegnek miért kéne irodalminak lennie, mert az valamilyen magasabb kategória, mint a blues vagy a zene. Tehát én azzal törődöm, amit csinálok, és mindig is ellenzékben voltam. Az ember kibékül a hatalommal, maga is azzá válik. Ezt a Jim Morrison mondta, és én komolyan gondolom. De minden esetre a szembenállásnak nem elsősorban politikai, hanem kulturális okai vannak. Vagyis azt a trendi kultúrát, amelyik most folyik például a médiában és a televízióban is, Irgun-Burgun, azt ugye hát sok oldalról irányítják, és mindenféle befolyások vannak, én meg ezt nem veszem tudomásul, úgyhogy nem igazán szoktam televíziós interjúkat adni, úgyhogy szedje össze magát. Hát én most ezt így megköszönöm, de akkor beszéljünk a bluesról. Hát ebben aztán teljesen otthon van. Ugye azt mondta az előbb, hogy nagyon sokan vagy többen kritizálják a pestiek közül, hogy talán nem elég irodalmi a blues szöveg. Hogy van ez, hogy a blues találta meg magát, vagy maga találta meg a blues? Tehát a szöveg kereste a zenei formát, vagy a zenei forma? Nem, engem utolírt a blues, amikor katona voltam 1964-ben, a mezőtúri gépkocsizó lövész ezredben voltam őrségben, egy toronyban, és egy titokban becipelt tranzisztoros rádión hallgattam a luxemburgi rádió műsorát, ahol a
fölhangzott a Rolling Stones által interpretált Néger Blues a Kisvörös Kakas című dal, és ez megváltoztatta az életemet. Itt szabályosan ilyen megtérés volt, addig minden hiányzott, és egyszer csak megjelent valami, ami engem elkezdett érdekelni, annak ellenére, és megütötte, annak ellenére nem tudtam, hogy mi a blues, azt se tudtam, angolul egy szót se tudtam, és a Rolling Stones együttet se ismertem. Megszólalt ott valami, ami megpendített bennem egy csomó mindent, és tulajdonképpen ez volt az utolsó lökés ahhoz, hogy én ezen az úton menjek, amire már addig is csetledeztem, botladoztam, és nekiütköztem mindenféle kerítéseknek, de találtam valamit, ami az enyém, és ez segített abban, hogy ezt elviseljem. Azt mondta, hogy a Requiem a Bluesért című lemeze kapcsán, hogy a haldokló blues siratja. Mert ugye azt mondta, hogy ön szerint soha nem várt a magyar kultúra részévé. De hát a jazz sem például. Hát nem kéne ezt összehasonlítani, én nem is tudom, mert én sose hallgatok jazzt. Nem? Nem, soha életemben nem hallgatom. Én népzenét vagy klasszikus zenét hallgatok, meg más kultúrákkal is foglalkozom, olvasás, irodalom, színház, film, ilyesmi, de jazz nem érdekel. Ezt nem lehet, az ember nem tud mindent befogadni, ez nem azt jelenti, hogy egyszerűen nem jutott el hozzá, majd nem érintett meg. A blues zenét azt pedig sokan úgy gondolják, hogy nem lehet magyarosítani, tehát hogy angolul kellene blues játszani, tehát angolul nem tudnak olyan szövegeket írni egyrészt, másrészt én úgy gondolom, hogy mindenki a saját anyanyelvén énekeljen. A szomorú az, hogy hát ezek a 90-es években föltűnt zenekarok, mint a Palermo Boogie Gang, vagy a Herfli Davidson, vagy a Takács Tamás Dirty Blues Band, ezek nem tudtak műveket alkotni, és eltűntek órák alatt a múltban. A Deák Bill Gyula pedig a Hobo Blues Bandből való kiválása után egy másik utat követett, ami ugyan sikeres út, de nem blues. Úgyhogy én maradtam a Hobo Blues Band-del a bluesban, de én sem vagyok igazán blues énekes, sose gondoltam, sok rock zenét játszottam, meg kuplékat, meg mindenféle dolgot a zenekarban, csak a blues volt a gyökere. És ez az, hogy a blues nem honosult meg Magyarországon, azt nagyon sajnálom, mert én elég sok mindent megpróbáltam. De úgy néz ki, hogy ezen az úton előttem se járt senki, meg utánam se jön. Tehát a dolognak körülbelül, ha én nem csinálok blues-lemezt, akkor nem nagyon csinál senki, én most fogok egyet, úgyhogy már dolgozom rajta. Ezt egyébként megfejtette, hogy mi ennek az oka, tehát nem nyomnak pénzt bele, hiszen nincs érdek, vagy mert nem voltak elég tömegesek, akik ezt játszották, tehát hogy mi az oka, hogy igazából nem vegyük el, azon túl, hogy nem lehet magyarul igazán jól blues-t énekelni. Ez nem igaz, bármilyen nyelven lehet. Az igazság, hogy a blues és az igazán jó rockzene, az kicsit olyan, mint a versmondás. Egyéniség kell. Ha nincs hozzá az egyéniséged, ami hitelesíti azt, hogy előadod, akár a József Attila verseket, vagy egy blues-t, vagy operáriát, akkor kívül maradsz a dolgon. És ahhoz, hogy valaki úgy be tudjon menni a bluesba, hogy mélyen benne legyen, az nagyon sok mindent kell csinálni, nem elég a zene. Tehát maga az élet, amin az ember keresztül megy, azok a hatások, amelyek érik, az, amit megtanult, az, ami megmaradt benne, amit elvetett, ahogy tisztul le az ember, úgy kerülhet jobban közel a blueshoz. És hát ez irtózatos áldozatot és óriási akaraterőt és elszántságot kíván, hogy valaki úgy elénekel, nem a hangokat kell elénekelni, hanem amit az a dolog jelent meg, ami főleg az érzelmeket. Na most, ha valaki arra törekszik, hogy interpretáljon egy dallamot, és nem érti a szöveget, és hát az angol szövegek esetében ez nagyon sokszor így van. Én is énekeltem Rolling Stones számokat régen angolul, aminek nem tudtam a szövegét, hihetetlen mulatságos lehetett, mert utólag visszanézve, de én annyira meg voltam őrülve érte, hogy belevetettem magam, és úgy éreztem, mint az enyém lenne, annyit foglalkoztam vele. Először az embernek vannak mesterei, akiket szolgál meg, akiknek az ajándékai továbbadja, és aztán megtalálja maga útját. Na most van, akinek ehhez nincs elég kitartása. Ráadásul az a gyökér, ami az amerikai bluesban a négerek esetében megvolt,
az itt hiányzik, itt másfajta gyökér van, de eléggé szomorú és mély gyökér a magyarság gyökere, és hát ezt hozzá lehetne nyúlni blúzzal is, csak hát ezt nem csinálják, pedig ez a nép és ez a kultúra szenvedett annyit, hogy nyugodtan meglett a saját blúza, mint hogy a saját népzenéje megvan, vagy a saját irodalma. De ez nem sikerült, de minden nem sikerült, és nem ez a legfontosabb, hogy a blúz meghonosodja Magyarországon, hanem ennél sokkal fontosabb dolgok vannak, hogy a magyar kultúra túlélje ezt az internetes televíziós korszakot, és az emberek ismét a magyar kultúra felé forduljanak, legyen a színház, vagy költészet, vagy irodalom, vagy képzőművészet, vagy film. A ma esti előadás Hopó a Gulágon címet viseli, és itt ugye szövegválogatás és zenei szerkezet is helyet kap a ma esti előadásban. Azt mondta, hogy a téma elhanyagoltsága miatt kezdett foglalkozni ez a Gulág történettel, de nem ez volt az első, vagy az egyetlen ilyen témája, ami az elhanyagoltságot illeti, hanem a Dunkanyarban maradt katonák emlékére írt egy bakaballadát. Úgy hallottam, nem lett egy jó sora ennek a bakaballadának. Mi történt vele? Vagy mi történik ebben a pillanatban? Rá, hát ezek a dolgok, a bakaballad az a Dunkanyarban járt, és ott elesett, vagy megsérült magyar katon, kiszolgáltatott magyar katonákról szól, és a lemez az tele van fájdalommal, reménytelenséggel, tehetetlenséggel, a haza utáni vágyakozással, rettetesen fájdalmas. Egyrészt, másrészt nagyon vad halálok, gyilkosságok vannak benne, csaták, és nem tudom én. Hát az ilyenek, ezek nem rádióbarát számok, de én nem azért írtam ezt, hogy nekik emléket állítsak, hanem mentem a Jimi Hendrix sírjához egy ilyen busszal, Graham busszal, San Franciscóból, Washington állam Seattle nevű városába, és egyszerűen rám jött ott az autóbuszon, hogy rám jött, hogy ezt nekem meg kell írni, és ott leírtam az egész lemezt, mire egy napig mentem a busszal, mire odaírtam, addigra meg volt. De nem azért, mert ezt én akartam, mert így jött a Gulággal is az van, hogy én történelem tanár vagyok, voltam gimnáziumban is tanár, és mindig is érdekelt a történelem, különösen a 20. század történelem, és mivel a szüleim kommunisták voltak, én egy ilyenfajta neveltetést kaptam, amitből kitörtem egy idő után, de az érdeklődésem az nem veszett el, és mindig is foglalkoztatott ez a dolog. És elmentem a Gulágra, hogy vannak ilyen, én a Vereckei hágónál is voltam, meg a Jimi Hendrix sírjánál, vagy a Wisocki sírjánál, vagy a Morrison sírjánál, vagy Mohácson, meg stb. Voltam ilyen helyeken, hogy Mert fontos. Hát én oda akartam menni, mert mindenki annyit beszélt a dologról, vagy Auschwitz, vagy így tovább. És akkor oda mentem, és ott, hát mivel én ilyen hírhedett kalandor vagyok, ott ezek az orosz emberek, akik ott oda szerveztek egy fesztivált, a Pillorama, ami képkeretet jelent, fesztivált, ami ilyen emberi jogi fesztiválot, és valamelyik besúgott engem a szervezők közül, hogy én blúzénekes vagyok, és ott fölléptem, és ott volt egy egyetemi tanár, aki a Permi Egyetem történelem szakát vezette, tanszékét, és ő beavatott ebbe az egész dologba. Ott voltam egy héten keresztül, és sok mindent megmutatott, ami nincs kiállítva, mert ez egy múzeum lett már. És elmesélte történetet, hogy egy Szusz nevű ukrán költő hogyan juttatta ki a verseit a táborból a felesége látogatásakor, a felesége lenyelte a verseket egy nylonzacskóba. Előtte ő lenyelte, bementek egy találkozások háza nevű helyre, ahol a feleségével évente egyszer együtt lehetett két napot. Ott bementek a találkozások házába, ott kiürítette magából a nylonzacskóba rejtett verseket, és a felesége rögtön megette. És kijutottak a versek, így jutottak ki a versek, mert hát különben nem lehetett volna, ugye minden testnyílásával belenéztek az asszonynak, és ez annyira megrázott engem, hogy elhatároztam, hogy csinálok valamit. Én nem azért mentem oda, hogy majd írok, hanem mert érdekelt, meg szembesülni akartam ezzel a dologgal. Például azért, mert hát másfajta világnézetem van, mint az apámnak volt. És hát sok mindent összeolvastam a Gulag-sziget csoportról, nevezetesen már a 70-es évek közepétől, ami megrázott engem. Akkor rég nem voltam kommunista, de hogy ilyen dolgok derültek ki, ez felcsigázta az érdeklődésemet, és aztán valahogy oda keveredtem. És
ezeket a verseket applikált egy történet köré? Hát itt egyrészt hát van, mit, amivel, nem tudom, 20 évig kutattam ezt a dolgot, vagy valami nagyon komoly történet. 20 évig? Hát az legalább persze, hogy nem. És ez mikor született meg, hogy ebből akkor darab lesz? Hát ez amikor ezt nem tudom megmondani, de nem azért, mert titokban tartom, hanem azért, mert a Debreceni Színházban dolgoztam a Vidnyánszky Attilával, amikor már fölmerült, hogy ebből legyen egy darab. De én kutattam ezt a dolgot, összeszedtem mindent, ami érdekelt, ott is voltam Oroszországban, különböző, úgy hívják ezt, hogy Memorial Committee, tehát ilyen bizottságoknál, ahol az orális történeteket, históriát gyűjtik, és a tárgyi emlékeket és retteltes dolgokat láttam, azt most nem mondom, mert órákig tart. És összegyűjtöttem retteltes mennyiségű dokumentumot, és ugye alapoztam az egészet a két kötetes Szolzsenycin kötetre, meg a Salamov, a Várlam Salamov novellákra, a kolimai történetek, a Sheri Brandy, meg ezekre, és akkor magyar emberektől is kaptam egy csomó mindent, azok leginkább dokumentatív leírások voltak, tehát művészileg nem sokat segített nekem, aztán a végén igen, mert Karik Sára meg Őrsi István versekhez jutottam hozzá, és ezek nagyon komolyak, és akkor hát így folytattam tovább, zenéket gyűjtöttem, meg vannak emberek, akik segítettek fordítani, mert nem tudok oroszul, iszonyú mennyiségű dolgot fordítottak a gulág világáról, tele van az internet, tehát nem is tudom, hát a Melligér, a NECA papírok a dolgozószobámban, nem beszélve a kompjúterről. És akkor elkezdtem ezzel a dologgal foglalkozni. Vannak nagyon erős Viszocki dalok, amelyek most is elhangzanak itt, amelyeket beleépítettem, mert nekem már két Viszocki estem is volt, ahol csak Viszocki dalokat játszottam, meg játszom is, mert még mindig műsorom van, és kezdtem a dologgal így foglalkozni. És akkor beszéltem erről a Vidnyánszky Attilának, aki azt mondta, hogy csinálja meg. De közben a Viszocki és a Marina Vladi szerelméről írtam egy másik darabot, egy kétszereplős darabot a Debreceni Színháznak, és akkor már utána meg eljöttünk onnan, és akkor már nem tudtuk megcsinálni. Így került a Nemzeti Színházhoz, pedig már, hát úgy gondolom, olyan 90-80-70, nem tudom hány százalékban kész volt a darab. És akkor itt aztán tavaly is, meg tavaly előtt is, de én nem tudtam haladni, mert más dolgokat csináltam, és aztán tavaly mutattuk végül is, mert két évig vacakoltam bele. Vidnyánszky azt mondta, hogy csinálja meg, aztán meg Vidnyánszky megrendezte. Ja, igen. Ez elég, ez ilyen nehéz szülés volt? Hát azért, mert nem vagyok színész, engem nem lehet rendezni. Tudom. És a szegény Attila nagyon megszenvedett, de itt a Gulág virágai előadásról beszélünk, nem arról, ami ma este lesz, abban ott meg vagyok azért védve. Van egy zseniális színész, Ráci József, egy beregszászi színész, és egy Pál Lajos nevű tangóharmonikás népzenész, világszínvonalú művészember, ővelük hármasban vagyunk. És az Attila úgy rendezte meg a darabot, hogy nekem semmilyen színészi munkám nincs, csak a verseket, a dalokat, a dokumentumokat, vagy a monológokat, amiket írtam, azokat kell elmondanom, amelyeknek jelentős része benne van a mai előadásban is. Azt mondta, hogy ott megvolt, vagy meg van védve a Gulág virágaiban. A hobó a Gulágonban nincs megvédve? Nincs védőháló? Nincs, mert ez nem színészi dolog, ez egy előadóest. És az előadóesten hol vannak a mankók? Hát azt nem tudom, az ember beleveti magát, aztán megy. Van egy sorrend, ami végig kell menni, de a dolog az emocionálisan annyira erős, annyira sok fájdalom és keserűség van benne, hogy az ember nem nagyon gondolkodik, tehát hogy zúdul előre a dologban, nem egy ilyen könnyű sétával jó kis szüneteket lehet tartani, hanem inkább egy ilyen, mint amikor az embert ilyen, nem tudom én, korbácsa kergetik az utcán, szóval nem egy felemelően gyönyörű, hanem egy kétségbejtően szomorú és dolog, ami rettetesen megviseli az embert. Tehát én magam, akinek nincsenek színészi eszközeim, nem tudom, hogy hova jutok az előadás alatt, és nem is akarom beállítani, vagy nincsenek, most itt ezt kell csinálni, azt kell csinálni. Én egy összönös ember vagyok, és ezt nem akarom megváltoztatni már 72 éves koromban. Versekhez nagyon erős a viszonya. Hát balladákat ír, verseket ír, ugyan sokan nem tartják költőnek, de akkor is.
ez vajon azért van-e, mert hogy a zenéhez is legalább ilyen szoros a viszonya, hogy a vers szerkezete olyan, ami a zenei lüktetést adja, vagy van egyfajta zenei áthallása az embernek, nyilván, ha verset olvas, hát vagy sem, vagy nincs közel kettőnek. Én még soha nem írtam semmit, magától jön. Tehát valaki diktálja. Tehát én éjjel 3-kor fölébredek, és az éjjeli szekrényben oda van készítve. Ilyenkor csatorna? Papírt. Gyakorlatilag? Hát nem. Van, aki ilyen nagyon komoly megvalósító. Nagyon ezt hívják ihletett állapotnak. Belebeszél, amikor beszélek. Nem hagyja, hogy végül mondjam. Dehogy nem. Tehát vannak, akik meghatározzák magukat, és azt szerint, hogy ők hogy építik a pályájukat, és nem akarok mondani, és sikeresen csinálják, ez egy másik út. Én mindig beleakadok valamibe, és azt továbbítom. Úgy gondolom, hogy az a kötelességem, hogy amit tanultam a mestereimtől, azt továbbadjam, és még a sorskeze rajtam volt, ezért mellé tettem a magamét is. De igazából arról van, hogy az ember továbbadja azt, amit kapott másoktól, vagy a sorstól, vagy saját maga tehetségétől, azt nem tudom, nem is érdekel. Ami az a kérdés első részét illeti, hogy engem a szöveg, tehát én a szöveg oldaláról közelítek a zenéhez, most beszéljünk erről, ami egyébként nagy baj, és nekem az egyik nagy hiányosságom a sok közül, hogy nem tudok gitározni, vagy valamilyen hangszeren játszani, hogy megírjam a saját szövegeimhez, amelyek mindig elsődlegesen születnek, megírjam a zenét, és ezért nagyon sok lemezem van, amit nem szeretek, mert nem olyan zene született hozzá, amiért én vártam, de ezért nem haragudhatok másokra, az lenne az egyszerű, de hanem magamra haragszom, hogy én nem tanultam meg, én nem gondoltam, hogy zenélni fogok, 33 éves koromban szerelemből csináltam egy amatőr zenekart, csak az bejött, én nem tehetek erről. Igazából, mert nem azért csináltam, hogy befussak, hanem azért, hogy Rolling Stones és Doors és néger bluesokat énekeljek egy 50 fő vagy 30 fős közönségnek, az is elég lett volna. Na most így az alkotói része az féllámbú, tehát ezek a nagy emberek, mint a Lennon, vagy a Bob Dylan, vagy a Jagger, ők meg tudják írni a zenét is, meg a szöveget, vagy megírják másokkal együtt. Nekem is voltak sikeres partnereim, zeneszerzőtársaim, mint mondjuk Paul Egon az első 15 évben, és egy-egy dal azután is sikerült, vagy egy-két lemez, a Circus Hungaricus, de igazából nekem ez a képességem nincs meg. Nem tudok zenét írni, és ezért hát nagyon-nagyon sokat szenvedek, nem szeretem igazából a lemezeimet, és nem is hallgatom, tehát soha nem szoktam meghallgatni, nem is tudom, hogy melyik régi lemezeken mi van, pedig lehet, hogy jók, de én élőbe szeretek játszani, és úgy gondolom, hogy sem a DVD felvételek, sem a lemez felvételek nem adják vissza azt, ami élőben a közönség és én közöttem történik, vagy én közöttem és a zenekarom között azt se. De nagyon nehéz út ez, és nem annyira sikeres, mint azt messziről látszik. Nagyon nehéz dolog, és sok kudarc van, amit a közönség, amivel ők szeretnek és elnéznek. Nekem mindent az a szerencsém, mindent elnézek, ezért ők ezt nem veszik észre, én meg nem mondom meg, hogy melyik számot nem bírom a legjobban. De minden esetre nem egy egyszerű dolog egy jó blues megélni. Zárásképpen gulágvirágai, hova a gulágon? Ez mementó? Vagy van egyfajta küldetéstudat? Nincsen. Ripacsoknak ne legyen ki küldetéstudatok. Fogják a pávatollakat, dugdassák a fenekükbe, és mutogassák magukat, amíg ez belefér, és amíg van rá érdeklődés. Hobo, köszönöm szépen a beszélgetést. Szívesen.